Sziasztok! Én Novák Évi vagyok, és a mai videómban az áprilisi és a májusi kedvenceimet fogom nektek bemutatni. Azért nem volt múlt hónapban kedvences videóm, mert nem volt annyi kedvencem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy-két dolgot meg nem érdemes bemutatni, ezért vártam még egy hónapot, hogy összegyűjjenek a kedvenceim. Elsőként az arcápolási termékekkel fogom kezdeni, mégpedig biztos, hogy nagyon sokan hallottatok már erről a termékről, a Garnier micellás vizéről, ami nekem nagyon-nagyon bevált, mint láthatjátok, elég sokat is használtam már belőle. Úgyhogy amit tudni kell róla, hogy ugye arctisztító és hidratáló víz ez igazából. Ugye eltávolítja a sminket, tisztít, nyugtatja a bőrt, és igazából nem fontos leöblíteni, de én egyébként még meg szoktam utána mosni az arcomat, mert egy picikét olyan érzésem van, hogy nekem azt le kell mosnom még. Úgyhogy ezek a kis micellák, amik tartalmaz ez a víz, az igazából így mágnesként vonza magához a szennyeződést, a sminket, úgyhogy nem irritálja a szememet, amit nagyon szeretek, és nem hagy a bőrömön ilyen fényes, száraz érzést. Biztos, hogy tudjátok, miről beszélek, ez a tonik után szokott lenni, amikor így tiszta, fényes az arcod, és így olyan fura, hogy borzalmas, szóval és nem húzódik utána. Úgyhogy ezt én nagyon szeretem, és ajánlom nektek igazából, mert eléggé kiadós, úgyhogy 400 ml-is. Én nem tudom pontosan, hogy mikor vettem, de minden nap használom. Általában reggel és este is. Úgyhogy ugye reggel azért, mert felfrissítem az arcomat vele, és este pedig a smink lemosásaként funkcionál. A következő termék az megint csak egy Garnier termék lesz, és egy hidratáló krém, ami nagyon-nagyon jó krém. Én nagyon megszerettem, most már szerintem harmadjára vagy negyedjére vettem újra, és egyszerűen imádom. Mégpedig azért, mert azonnal beszívja a bőröm, nem hagy zsíros érzést a bőrömön, szóval abszolút eltűnik a krém, mert nagyon szereti a bőröm, és így magába szívja. És amit nagyon szeretek benne, hogy ez a fajta, ez normális vegyes bőrre van igazából, úgyhogy úgy gondolom, hogy simán az én száraz bőrömnek is tökéletes, mert nekem azért száraz, de kombinált is. Erről is lesz egy külön videó, hogy mi is az a kombinált bőr. 24 órás hidratációt ad nekünk, és ami nagyon-nagyon fontos, milyen megtalálom a magyar leírás, de igen, megvan, hogy bojtorján kivonatot tartalmaz, ami egy növény, ugye, és igazából amit nagyon szeretek, és primerként használom ezáltal, hogy mattít. Szóval ez a kis cucc, ez igazából megmattítja egy picit a bőrödet, és nem lesz ilyen nagyon fényes, nem fog elcsúszni rajta az alapozó. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Nagyon finom illata van, ilyen kis lila tégelyben található. Igazából nagyon sok fajta van egyébként ebből a hidratáló krémből. Én este is és reggel is használom, megmondom őszintén, mert ugye fürdés után azonnal érzem, hogy már száraz a bőröm, és muszáj, hogy bekenjem. És nagyon szeretem, mert egyszerűen ez nem kelt rossz érzést a bőrömön, szóval azonnal beszívja. És valamihez hasonlít egyébként az illata. Egy régi, nagyon régi krém. Talán egy picit a néve a krémnek az illatához hasonlít, úgyhogy azt megmondom, nagyon sokan szeretitek, és így bennetek maradt, mert talán az volt az első hidratáló krém, amivel találkoztunk. Oké, ez egy e-mail. Szóval mattítja a bőrötöket, és nagyon-nagyon jól hidratálja, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom. És akkor rátérek, ja igen, egy hajápolási termékre, méghozzá erre a kis termékecskére. A Kallostól egy keratinos
hajápoló krém, igazából egy pakolásszerű, amit én balzsamnak szoktam egyébként használni, szóval nem tartom a hajamon olyan sok időt, hogy ilyen 10-15 perceket, hanem balzsam helyett ugye kifésülöm a hajamat ezáltal, és egy picit, amíg esetleg tusfürdőzök, addig rajta hagyom. Egy ilyen 5 percig kb. És addig is írja, ha jól tudom. Keratin hajápoló krém, keratinnal és tejproteinnel száraz, töredezett és kémiailag kezelt hajra, azaz festett hajra. Úgyhogy az én kémiailag festett hajomra nagyon-nagyon nagy szüksége van erre a hajápolóra. Úgyhogy regeneráló és hidratáló hatású keratin és tejprotein hatóanyag, tartalmának köszönhetően újjáépíti a haj természetes szerkezetét, feltölti a haj külső rétegét, vagy esetleg a sérüléseket. Úgyhogy, igen, hát ő azt írja, hogy használjuk hajmosás után törpököző száraz hajon. Biztos, hogy nagyon jó. Úgy is, még úgy nem próbáltam, de eszméletlen jó ezek a termékek, én nagyon szeretem. Van egy olyan is, hogy azt hiszem, hogy az van ráírva, vagy látte. Hát azt is imádom. Annak az illata teljes mértékben ilyen tejkrém és tejkaramella illatú. Ennek egyébként nagyon jó ennek is az illata. Picit azt érzem benne, amikor kijössz a fodrásztól, olyasmi illata van. És van egy picike kis citrusos illata is. Érzem benne a tejproteines illatot is. Úgyhogy ez egy ilyen kis fehér krém, ami benne van. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. Próbáljátok ki. Nos, amivel szeretném folytatni, azok a sminkek. Úgyhogy azokból is összegyűlt pár, úgyhogy megmutatom nektek. Az első az egy bronzosító lesz. Az a NYX-nek a 02-es latte bronzosítója, ami ilyen mozaikos púderszerű. Biztos látjátok, ugye többféle színből áll össze. Az első egy picit ilyen púderszínű, és akkor úgy szépen sötétedik. Van benne csoki barna, egy picit szürkésebb barna, és egy meleg, picit aranyba hajló barna is. Nem fókuszál így a kamerám, hogyha itt beszélek, úgyhogy majd bevágok képeket. Úgyhogy nagyon szeretem, igazából úgy működik az arcon, hogy kicsit lágyabb bronzosítást kapsz, nem lesz nagyon erős a bronzosításod, szóval azoknak a lányoknak ajánlom ezt a mozaikos NYX bronzosítót, akik igazából nagyon fehér bőrűek, és általában minden narancsárga rajtuk, hogyha a bronzosítóról van szó, és ez pedig nem lesz narancsárga, hanem egy picikét tényleg árnyékoló szín hoz az arcotokon, úgyhogy szerintem nagyon jó, és tényleg nagyon, nagyon jó a textúrája is, mert ilyen nagyon púderes és gyönyörűen eldolgozható, úgyhogy nagyon szerettem. A következő ismét egy bronzosító lesz, amit igazából minden nap használok és nagyon szeretek. Az a Max Factornak, az a Bronzing Powder nevezetű bronzosítója. Nekem a 02-es bronzárnyamat van meg. Azért választottam ezt a fajta bronzosítót. Ebből is van talán kettő fajta. Azt hiszem a 01-es, nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy mint látjátok, ez sem egy narancsárga tónusú bronzosító, hanem egy picikét van benne szerintem egy szürkésebb árnyalat. Ami megint csak azért jó, ez található egyébként rajtam, minden nap ezt használom. Azért jön, mert nekem is egyébként a fehér bőrömre mindenféle bronzosítót próbáltam, és nagyon sok narancsárga lett, úgyhogy ez pedig nem lesz narancsárga, hanem szépen tényleg ez az árnyék szín lesz, és egy kicsit ilyen bronzosabb. Úgyhogy, ha megnézitek, nagyon szépen működik. Úgyhogy szerintem nagyon jó. Nagyon nagy kedvencem még mindig a Catrice Camouflage korrektor.
Ami nekem most megvolt az ivory árnyalatban, ez nagyon-nagyon világos, de mivel egy picikét azért már barnultam, az már nagyon szembetűnően világos volt a szemem alatt. Úgyhogy ez a Rózi Szent árnyalat, az a 0-25-ös, és ez tökéletes az én bőröm színéhez, így nyáron. Úgyhogy ez egy ilyen... Az előző videómban egyébként láthatjátok ezt a korrektort, hogy mennyire jól fed. Tényleg, nagyon sokan azt mondják rá, hogy ilyen Photoshop fedése van, hogy gyönyörűen így azonnal elfedi a karikákat és a kék ereket. Úgyhogy de tényleg egyébként azt mondom, hogy amit eddig én próbáltam, és nagyon sokat próbáltam, még a MAC-et is, ami nekem egyébként egy folyékony van, egyszerűen nem fedte el ezt a kékes-zöldes ereket a szemem alatt. Úgyhogy ez az egy, ami nekem segít. Még a Flormáros is jó egyébként, de azt hiszem, hogy talán ez még jobb. Úgyhogy ezt a Catrice-t én biztos vagyok benne, hogy újra fogom vásárolni, amint elfogy. És tervben van, hogy megveszem ezt a 4-es palettájukat is, mert úgy gondolom, hogy az is ugyanilyen jó lehet, mint ez. Ugye abban van talán zöld a pattanásokra, azt hiszem ilyen rózsaszínes is van benne, meg sárgás és nagyon világos korrektor is. Ugye ez egy ilyen 4-es paletta, biztos tudjátok, hogy miről beszélek. Akinek megvan egyébként ez a paletta, írjátok le a véleményeteket róla, meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik, hogy nektek bevált-e. Oké, na még egy korrektorral készültem, és nagyon szerettem. Ez a NYX-nek, mi ennek a neve? Yellow Jane, Joan, nem tudom, hogy kell, úristen! June. Szerintem June. Yellow June. Árnyalat. Jó, szerintem van CJ10-es. Jó, megmutatom, hogy milyen inkább. Oké. Jó, ez egy olyan korrektor, ami kifejezetten a sötét karikákra van. Ugye így látjátok, ilyen kis pici tégelyben van. Egyébként nekem ezek annyira szimpatikusak, ezek a tégelyek, nagyon szeretem. És ami benne van, az kifejezetten egy nagyon sárga árnyalat. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, megmondom őszintén. Azért jó, mert ugye én rengeteget sminkelek, és hát hogyha valaki fáradt, akkor már mindjárt megjelenik ugye a sötét karika szeme alatt, beesett sötét karika, stb. Viszont ez a kis cucc, ez nagyon szépen eltünteti ezt a sötét karikát, és még egyébként a kékesre is jó nekem abszolút. Úgyhogy úgy szoktam kezdeni a sminkelést, ugye hidratáció, primer, és utána egyből ez. Nagyon jó, úgyhogy megmutatom nektek, hogy mennyire sárga. Nagyon világos és sárga szín. A következő termék, amit beszeretnék nektek mutatni, az egy L'Oréal szemhéj puder lesz, amit egyszerűen imádok. Olyan színe van, hogy nagyon jó. Méghozzá egy padlizsán lila szín, és szerintem a csomagolása is gyönyörű, hogy ilyen kis arany fedele van. Olyan a textúrája ennek a kis terméknek, hogy mikor beleérintem az ujjamat, akkor ilyen bársanos az érzése. Szóval, mintha nem is egy szemhéjpudert fognék, vagy tapintanék meg, hanem egy ilyen nagyon puha kis, nem tudom, valami bársanyanyagot. Nagyon érdekes egyébként ez a szemhéjpuder, lila, és találhatóak benne, hogyha így a fényben tartom, pici, apró, arany csillámok. Egyszerűen gyönyörű. Jó, megmutatom nektek a színét. Iszonyúan pigmentált, és egyszerűen gyönyörű. De közeli képeket is fogok nektek bevágni, hogy ne aggódjatok.
egyszerűen nagyon szép, úgyhogy ilyen fényes az egész, ahogy látjátok. Nagyon gyönyörű. És ő egyébként a Smoky 301-es szemhéj udara. Úgyhogy imádom. Következő termékek rúzsok lesznek. Méghozzá 2 darab flormelos rúzs. Én állítom, hogy a flormelos rúzsok olyan szinten jók, hogy vetekszenek szerintem simán egy megrúzsal. És ezt most nem viccből mondom. Nagyon szeretem őket. Egyébként ez is egy Flormelos Revolution kollekcióból származó rúzs, ami éppen rajtam van. Ez egy kicsit mattabb pink, de ez már egy régebben vásárolt, és nagyon szeretem. Az első ez. Hát eznek a csomagolása is egyszerűen imádom. Ez gyönyörű. Ez egy kis kúp alakú, és ott a tetején van a flor már. Nagyon szeretem. És hát a színét meglátjátok, akkor már kicsit használva van. Kicsit. Egyszerűen majdnem minden nap, amikor megvásároltam, ezt használtam. Imádom. Ez egy lila, lilás, pinkes rúzs. Csinálok nektek ide egy szorcsot. Készíteni fogok majd egy sminket, ahol ezt fogom használni. Úgyhogy majd meglátjátok, mennyire gyönyörű. Úgyhogy imádom. Ez hanyas? Ezt én nem tudom. Jó, az a Precious Lipstick. Gondolom ez is egy kollekció. De hogyha mondjátok, hogy ilyen lila csomagolása van, szerintem az összesnek ilyen csomagolása van ebből a kollekcióból. És ez LF35-ös. Van egy ilyen kis írás, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy majd azért utána nézek. Oké, és a következő is ugye egy rúzs. Ennek is oda vagyok teljes mértékben a csomagolásáért. Egy sima fekete, de egy matt csomagolásról van szó, és imádom. Szóval ide van írva, hogy formál, és a színét meglátjátok. Nem adja vissza annyira a kamera. Remélem, hogy visszaadja. Ez egy sötét lila rúzs. Egy estéi sötét lila rúzs. Gyönyörűséges. Nem matt, hanem fényes, de... És nagyon teljes mértékben olyan illata van, mint a megrúzsoknak. Úgy található. Lilás bordós rúzs. Nagyon szeretem. Elérkeztünk egy nagyon nagy kedvenchez, ami igazából már olyan szinten lekopott és elfogyott. És ezt tényleg 2 hónapja vásároltam. Ez a Rimmel Lasting Finish 25 órás púdere. Púder alapozónak írják egyébként. Igen, hogy Powder Foundation, Dry Powder Foundation. És azt kell mondjam, hogy tényleg olyan, mint egy alapozó, mert olyan szépen fed és nagyon tartós, és a T-zónát nem fog igazából 1-2 óra alatt csillogni, hanem szépen matt marad. Hát már így néz ki, úgyhogy én ezt újra fogom vásárolni, és mindjárt mondom nektek, hogy melyik szín, ez a 003 Silky Beige árnyalat, és sikerült, hál' Istennek, eltalálni az én saját bőrszínemet. Nagyon szeretem. Igazából ilyen lágyabb fedése van. Amint látjátok, már a bőrömön sem nagyon látszik, annyira eltaláltam a szín. Úgyhogy nagyon jó. Ez úgy néz ki, hogy kinyitod, és még egyet nyitsz rajta. Van benne egy kis tükör, amivel nem akarom kiégetni a szemeteket. És található benne egy szivacs, amit én így puff kidobtam, mert utálom azt a ilyen kocka szivacsokat, szerintem nagyon rossz. És vásároltam egy ilyen kis For Your Beauty Rossmanos
pamacsot, vagy nem tudom miatt, ilyen kicsit puhább anyagból készül. Én ezt nagyon szeretem a puderek felvételére. És ez nagyon jó, mert itt ezt szépen bele tud férni. Így. És ezt cseréltem ki. Helyette. És ez így néz ki. Én már ezt nagyon használtam, úgyhogy látszik rajta, hogy mindig a táskámban volt, és így lekopott már. De nagyon szerettem, úgyhogy őt újra fogom venni. Szóval ez a Rimmel Lasting Finish 25 órás puder alapozója. Okay, következő hatalmas nagy kedvencem és egyben utolsó, az a Revolution-től az Ultra Blush palettája és a Golden Sugar árnyalat vagy nevű paletta, mert ebből is van többféle. Én erre a palettára iszonyatosan régóta vágytam. Viszont soha nem volt raktáron, mert szerintem mindenki ezt a palettát akarta megvenni, de aztán feliratkoztam a Pink Panda oldalán a hírlevélre, hogy ha van ilyen palettájuk, akkor azonnal írjanak rám egy e-mailt, hogy van. És ahogy volt, azonnal megrendeltem. Kivéve a dobozból így néz ki. Nekem tetszik a csomagolása is. Nagyon sokan mondják, hogy a csomagolás, kagyi, meg mit tudom én. Nekem tetszik ez a letisztult kis fekete, fényes csomagolás, arany felirattal. Úgyhogy ő egy kontúr és highlighter paletta. Tada! Ő az. Gyerekek, ez a paletta egyszerűen király. Imádom! Multifunkcionális, ugyanis én kipróbáltam személypudernek is, és egyszerűen tökéletes arra is. Oké, van benne 8 szín. Egy fehér highlighter szín, egy rózsaszín, egy lilás, ugye a lilás a hidegebb tónusú lányoknak való, egy aranyszínű, gyönyörű, árnyalatú, látjátok, egy gyönyörű árnyalatú bronzosító, egy matt sötét bronzosító, egy csillámos égetett bronzosító, inkább ez inkább pontószín egyébként ez a bronzosító. Ez egy, nem is tudom elhatározni, hogy milyen szín. Gyönyörű! Szerintem inkább ilyen májlás. Irizálós. Ez gyerekek, ez irizálós, ez a szín. Most, hogy nézem, van benne egy kis rózsaszín. Imádom. Jó, és akkor itt pedig egy égetett, barnás színű highlighter honzosító található benne gyerekek. Ezt a palettát mindenkinek ajánlom. A Pink Panda oldaláról tudjátok megrendelni. Nem több, mint körülbelül 3000 valahány száz forint, nem tudom pontosan, de egyszerűen tökéletes ez a paletta. Úgyhogy Revolution, yes. Nagyon-nagyon jó termék. Úgyhogy gondolkodom, hogy a szemhéj palettájukat is megrendelem, mert hogyha ez ilyen jó, akkor az is valószínűleg ilyen nagyon jó lesz. Úgyhogy én csak ajánlani tudom nektek, mert olyan minőséget kaptok jó áron, ami igazából itt a Magyarországon nem nagyon van, mert ennyi pénzért egy rossz minőségi palettát fogtok kapni, viszont erről az oldalról, hogyha rendeltek, akkor egyszerűen nagyon jó minőséget kaptok és olcsó. Nos, hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor kérlek, hogy lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy azonnal láthassátok az új videókat, amiket töltök föl. És írjatok nekem kommenteket, írjátok meg akkor léci a Catrice-nek a 4-es vagy 5-ös szemhéj korrektor palettájáról a véleményeteket, nagyon várom. És nyugodtan írjatok nekem bármit, hogy milyen videót szeretnétek látni. Nem sokára jövök a következő videómmal, ugyanis egy kedves hölgy írt nekem nagyon sok kérdéssel, úgyhogy ezeket a kérdéseket meg fogom nektek válaszolni. Úgyhogy nem sokára jelentkezem, addig is szép napot nektek és sok puszi. Sziasztok! Csinálok egyébként egy sminket, amivel ezzel csinálok egy
sminket, ami... Vagy csinálok egy sminket, amivel készítek.